Harka Tánc Együttes a színpadon ezen a felvételen. A Harkányi Együttes részt vett a Csóri Sándor Népművészeti Fesztivál pécsi helyszínén. 2001-ben alakult a táncsoport, tehát tavaly voltunk 20 évesek, most a járvány miatt idén fogunk egy jubileumi bemutatót tartani. Most ezen a fesztiválon felcsiki táncokat fogunk bemutatni. Az együttesnek az a fő célja, hogy a Kárpát-medencében található táncokat tanulja, bemutassa, illetve hozzátartozó viseleteket gyűjtse, tehát mind magyarországi, mind pedig a Kárpát-medencében fellelhető táncokat táncoljuk, ezekből tehát ugrós táncokat, erdélyi táncokat, felvidéki táncokat táncolunk. Ez most egy felcsiki viselet, igazából, ugye itt jellemző ez egy erdélyi, hát a párom ő ugye süveget húzott, tehát nem feltétlenül kell mindig kalapot húzni, eléggé tipikus ez a székely nadrág. A hímzés az különböző lehet, ő most éppen pirosat, ez felcsiken azért megtalálható, különböző csikozások lehetnek, tehát általában a piros-fekete a megszokott, de ugyanúgy lehetnek benne zöld, kék és barna elemek, attól függően, hogy ki milyen viseletet szeretne felhúzni. A megye minden részéről érkeztek táncosok Pécsre. 19 évvel ezelőtt alakult Sátorhelyen egy csoport, akikhez azóta nagyon sokan csatlakoztunk, de mindannyian vagyunk már sátorhelyiek. A környékbeli magyar néptáncot kedvelő emberek és családok jönnek ide, és a családokat külön kihangsúlyoznám, nagyon családias és több generációs a mi egyesületünk. Az elmúlt 5 évben már utánpótlás gyerekcsoportunk is van. Sátorhely Mohács mellett egy kis falu, ahol nekünk csuda jó bázisunk van. Remek helyet adnak nekünk, és nagyon jól támogatják a közösségünket. A magyarok mellett nemzetiségi csoportok is bemutatkoztak. Az együttes 34 éve alakult, tehát jövőre lesz egy kerekebb jubileumunk. Kezdettől fogva Pécs környékén élő horvátok fiataljaiból, bosnyák horvátok fiataljaiból alakult, de aztán csatlakoztak hozzá más magyarországi horvátok is. Első feladatunknak ennek a kultúrának a ápolását, őrzését, gyűjtését, bemutatását és az utódoknak való továbbadását tekintjük. Ki gondolta volna, hogy görög tánccsoport működik Pécsen, pedig léteznek már évek óta. 2009-ben alakultunk, és görög-makedon tánccsoport a Észak-Görögország macedon vidékeinek, illetve Észak-Macedóniának a határ menti táncait táncoljuk. A viseletünk az most egy görögországi polgári viselet, de Macedónia területéről. Csak néhány együttest tudtunk bemutatni a fesztiválról. A rendezvény célja, hogy a nagy nyilvánosság előtt megmutassa az 5 évvel ezelőtt indult Csóri Sándor program eredményeit, a népművészeti mozgalom kiemelkedően magas színvonalát, résztvevőinek sokaságát.